az önkormányzatunk életének, és az elmúlt, hát azt lehet mondani, hogy 25 évnek az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb beruházására készülünk, illetve annak a kivitelezői szerződés kötése következik most. Ha összegszerűen nézzük a beruházásnak a számait, a pénzügyeit, a bekerülési költségét, akkor mindenképpen kijelenthetjük, hogy ez Monor város önkormányzatának eddigi legnagyobb beruházása. Ugye az, hogy másfél milliárd és nettó másfél milliárd forint összértékű ugye a teljes beruházás, és ebből 1 milliárd 234 millió forint az, ami jelenleg az épületnek a kivitelezési szerződése kapcsán ugye lekötésre kerül. Ezzel ugye ez lesz a Monor város önkormányzatának az eddigi legnagyobb összegű beruházás. Ugye két hasonló volt szerencsére az elmúlt időszakban, az egyik ugye a ivóvízminőség javító pályázatunk, ami nagyjából ugye 1 milliárd forint körüli összegű volt, és hát ugye a másik, vagy úgy tetszik, akkor a harmadik emblematikus beruházás, az a pedig a városközpont beruházás, de az is ugye épp a Rajki László ügyvezetővel váltottam egy pár mondatot, úgyhogy az is nagyjából 1,1 milliárd forint összértékű beruházás volt. De hát ugye nem csak a ugye számokban jelentős, hanem abban bízunk, hogy a hatásában is ez egy jelentős beruházás lesz, és hát mind a sport, a közösségi, mind a kulturális életet azért jelentősen, ha nem is fogja átalakítani, de pozitívan fogja befolyásolni, és egy olyan új lehetőség lesz a civil szervezetek, a sportegyesület, illetve az intézmények, a köznevelési intézmények, az iskolák, óvodák számára, ami korábban nem volt a városban, és ami én azt gondolom, hogy már igen csak ráfért erre a településre, illetve a vonzás körzetére is, hiszen azt nagyon jól tudjuk, hogy akkor, amikor a gimnáziumban ugye négyszer kell egy szalagavatót megtartani ahhoz, hogy minden apuka, mama, barát, barátnő lássa, az mégsem jó dolog, vagy ahogyan mondjuk a Sterényi szakközépiskolának ugye most már évek óta üllőn kell tartani a szalagavatót. De hát ugye lehetne sorolni, hogy még milyen lehetőségek nyílnak meg ennek a sportcsarnoknak a megépítésével. Mindenképpen abban bízunk, hogy azért jelentős hatással lesz a helyi közösségi életre, a sportéletre, és mivel hogy ugye azért is multifunkciós, mert ugye azt szeretnénk, hogyha a kulturális életre is egy pozitív hatást gyakorolna, pozitív hatással lenne. Ugye nem szeretném az előzményeket újra ide citálni, mint minden nagy beruházás, így ezt is előzték meg viták. Ugye először is a helyszínválasztás volt, ami én azt gondolom, hogy azért elég alaposan és viszonylag széles körben sikerült megvitatni. Végül is azt gondolom, hogy helyi szinten egy olyan helyszínt sikerült megtalálni, amiben azért összességében nagyjából közmegegyezés volt, és hát ott is mondjuk a helyszínnel kapcsolatos viták, én azt gondolom, hogy nem is helyben éleződtek ki, hanem ennek volt egy ilyen országos média visszhangja, és talán mondjuk a Monort kevésbé ismerők, és a helyszíneket kevésbé ismerők voltak azok, akik talán a leginkább kritikát fogalmaztak meg azzal kapcsolatban, hogy miért pont ide kerül ez a sportcsarnok. Aki azt gondolom, hogy ismeri a várost, az összességében ezt a helyszínt egy reális és egy jó helyszínként ismerte meg, és nagyon bízom benne, hogyha elkezd működni majd ez a sportcsarnok, akkor a működési tapasztalatok azok vissza fogják igazolni, hogy jó volt a helyszín választás. Köszönöm minden kollégának, aki eddig közreműködött a beruházásnak az előkészítésében, Rajki László ügyvezető úrnak az, hogy sikerült tartani ezt azért összességében mégiscsak feszes menetrendet, hiszen ugye jó hír azon kívül, hogy most aláírjuk a szerződést, az, hogy még időben is írjuk alá ezt a szerződést, tehát ugye azt ki tudjuk jelenteni, bár azt majd a Rajki Laci el fogja mondani, hogy az eredeti ütemterv szerint halad a sportcsarnok megvalósítása. Tehát nagyjából, ugye akkor, amikor elkezdtük a beruházást tervezni, akkor mostanra terveztük ezt a szerződéskötésnek a dátumát.
És hát köszönöm a tervezésben közreműködő, illetve hát a tervező A3 építész iroda, illetve Horváth Bálint vezető tervező úrnak és a kollégáinak is a munkáját. Azt abban bízok, hogy egy szép a városképet is évekre, évtizedekre meghatározó, emblematikus épület fog itt majd születni. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit a mai rendezvényünkön, a mai napon. Hát valóban egy fontos mérföldkőhöz érkeztünk. Ha picikét visszagondolok a múltra, az, hogy városi sportcsarnok, ez valamikor 1999-2000 környékén egyszer már fölmerült, mert akkor volt az önkormányzatnak egy lehetősége, egy fejlesztési kerete, amiből egy beruházást meg lehetett valósítani, már akkor fölmerült, hogy sportcsarnok legyen, vagy uszoda legyen, és az akkori képviselőtestület az uszoda mellett tette le a voksot, és azóta is valahol reménykedett a város, hogy lesz rá lehetőség, hogy a uszoda mellett egy másik sportcentrumot, egy másik létesítményt, egy városi sportcsarnokot is megépítsen. Nos, hát 2015 év végén megszületett az a kormánydöntés, amely lehetőséget ad arra, hogy elinduljon ez a projekt. Mind az előkészítése, mind a beruházásra megkaptuk ugye a támogatást, így a tavalyi év elején elindult az előkészítő munka nagy lázas sebességgel. Egészen pontosan egy évvel ezelőtt indultak el azok a körbejárások, szétnézések az országba, megnézünk már meglévő, vagy éppen épülőbe lévő épületeket, sportcsarnokokat, ki hogy mit csinált volna másképpen, és próbáltunk tanulni minden jót ellesni, minden rosszat megfigyelni, és azt lehetőleg kiküszöbölni a mi projektünk kapcsán. Egészen odáig, amíg tavasszal eljutottunk egy tervezői pályázathoz, ahol a A3 építésziroda nyerte el ezt a lehetőséget, akik nagyon, hogy mondjam, korrektül álltak olyan szempontból a dologhoz, hogy végigvitték azt a folyamatot, amikor mi még csak ötleteltünk, gondolkoztunk, aztán mondtuk, hogy ezt még változtassuk, még ezt is változtassuk, és ők minden alkalommal mosolyogva, vidáman, jókedvel végigvitték ezeket a változtatásokat, holott nem volt egyszerű történet, de azt gondolom, hogy alaposan körbejártuk minden szempontból, minden lehetőséget megnéztük, megvizsgáltunk, a hasznosítás szempontjából, kialakítás, anyaghasználat szempontjából, illetve a telek adta lehetőségek szempontjából is. Utána, amikor elkezdődött a tervezés, jött ugye a műszaki ellenőr kiválasztás, aki nagyon fontos volt, hogy már a tervezési fázisban be tudjon kapcsolódni a munkában, és egészen ugye a műszaki átadás átvételig neki is nagyon fontos szerepe lesz az Arena Consult Kft., illetve vezetője Koroknai Attila személyében. Eljutottunk augusztusba a engedélyekhez, megszülettek az építési engedélyek, utána születtek meg a kiviteli tervek, és a kiviteli tervek alapján lehetett elindítani azt a közbeszerzési eljárást, amelynek a végén jutunk el oda mindig, hogy van egy nyertes, van egy kivitelező, aki elvégzi a munkálatokat. A mi esetünkben itt a Horváth Építőmester Zrt. És a Legpersz Kft. Által alkotott közös konzorcium, közös ajánlattevők nyerték el ezt a lehetőséget, és mai nappal aláírjuk a szerződést, utána nem sokkal pedig megtartjuk majd a munkaterület átadást is, és utána övék a terep. Ebben az évben a projektet teljes egészében meg kell valósítani, és le is kell zárni, tehát nem csak, hogy fizikailag fel kell építeni a csarnokot, hanem a pénzügyi elszámolást is meg kell valósítanunk, tehát már december 31-re kész kell lenni, műszaki átadás átvételnek meg kell történnie, illetve a pénzügyi elszámolást is be kell nyújtanunk, hogy lezáruljon ez a projekt teljes egészében. Az épület kapcsán több körben tartottunk bemutatót a képviselőtestület, illetve a TV képernyőjén keresztül akár a város közönsége számára is. Gyúrtuk a terveket közösen a városvezetéssel, háttéregyeztetéseken, illetve nyilvános egyeztetéseken keresztül, amíg eljutottunk addig az állapotig, ami szerintem egy kiváló árértékarányú épület terveit eredményezte. Hogy miért mondom mindezt? Mert nyilván lehetett volna jóval drágább anyagokkal, jóval drágább burkolatokkal, még érdekesebb kialakítással tervezni ezt az épületet, de itt a legfontosabb a funkció volt, az a funkció, amit ügyvezető úr itt elmondott, mind a sport, mind pedig az egyéb célú hasznosítás kapcsán,
másrészt pedig egy rendelkezésre álló pénzügyi keretbe kellett beleférni, hiszen a tervező megálmodhat bármit, de ha nem tudja tartani a megbízó által megszabott pénzügyi keretet, akkor abból az épületből nem lesz semmi. És hogy mégis milyen épületről beszélünk, az első látványterven látszik, hogy egy egyszerű, modern, letisztult épület tervei születtek meg. Valaki azt mondta, egy modern múzeumépülethez hasonlít, hiszen nincsen elaprózva sok kis ablaknyílással, ez polgármester úr kikötése volt már az első pillanattól kezdve, hogy fiatalos, modern épület szülessen, és a felülvilágítók biztosítsák a természetes fényt a küzdőtéren. A helyszínválasztást polgármester úr említette, szerintünk is kiváló döntés született, amikor ez a telek kiválasztásra került, hiszen közel vannak a sportlétesítmények, mind az uszoda, a város felől, az egészségház felől parkolókat helyeztünk el. Látszik, hogy rengeteg parkoló kerül majd kialakításra, ennek kisebb része burkolt lesz, a nagyobb része zúzott köves parkoló, hiszen állandóan a hét mindennapján nincs szükség a nagy számú gépjármű elhelyezésre. Az alaprajz is egy letisztult formát takar. Alapvetően a város felől a főbejárattal, a fogadócsarnokkal, a jobb felső sarokban a büfé és az ahhoz kapcsolódó külön terem kapott helyet, és egy külön sportolói bejárat egy folyosóval, amire fel vannak fűzve az irodák, az öltözők, 6 darab csoportos öltöző kerül kialakításra, és a bal felső sarkán látszik az épületnek egy nagy külön terem, ami például az említett szalagavatók alkalmával is csoportok számára plusz átöltözési lehetőséget biztosít, hiszen közvetlen összeköttetésben van a küzdőtérrel, a küzdőtér hátsó falával, ahova ilyen alkalmakkor színpad felállítható, hiszen föntről kétoldali nézőtérrel, illetve harmadik oldalról egy további külön teremből nézhető az előadás, természetesen a küzdőtér beszékezésével együtt. Az épület alsó felén, így a rajzon, az előcsarnokhoz kapcsolódóan a vizes blokkok, a sarokban a ruhatár került kialakításra, a további részeken a lelátó alatt pedig a szertárok, raktárak, gépészeti helységek, és a baloldali sarokban látszik egy olyan gépészeti udvar, ahol a nagyméretű gépeket helyeztük el. Minden terem, nagy terem, tehát természetesen a nagy küzdőtér és lelátók, valamint a 3 külön terem, az említett bal felső sarokban található nagyméretű külön terem, a büfé melletti kisebb külön terem és az emeleti külön terem is szellőztethető, hűthető, fűthető. Az előcsarnokból a látogatók a 2 nagyméretű lépcsőn tudnak feljutni az emeletre. Jobb oldalon középen látszik az emeleti külön terem mellette a hangosító helységgel, és hát alulról felülről a nagyméretű lelátó, ami nagyságrendileg 1000 férőhelyet biztosít a helyiek számára. További látványterveken csak felvillantanék egy-két képet, hangulatot, amelyet elképzeltünk már itt, hogy hogyan válik élővé ez a tér, hogyan lakják be a helyiek a sportcsarnok előtti teret és környékét. Ez egy hátsó ábra, azért hátulról is valahogyan ki kell nézni ennek az épületnek, erről is többször egyeztettünk. Ez az a hátsó gépészeti udvar, tehát nem szerettük volna, ha ezek a nagy szellőző gépek csak ott le vannak rakva az épület mellé, ezeket is egy épített lamellás fal mögé helyeztük el. És belső látványok. Tapasztalatunk szerint nagyon jól veszi ki magát, hogyha együtt dolgozunk grafikussal. Ez nem volt része a tervezési feladatnak, de mindig szeretjük megtölteni élettel azt az épületet, amin dolgozunk. Ezért van egy grafikus kolléganő, akit ennél ebbe a tervezésbe is bevontunk, és kiindulva a helyiek által már megalkotott vonorvárosi sportcsarnok logóból különböző piktogramokat és feliratokat terveztünk meg, amivel élettel tudtuk már megtölteni ezeken a belső látványokon is ezeket a tereket. Képviseli a kivitelező céget a sportcsarnok építésével kapcsolatban. Aláírásra került a szerződés, hamarosan meg lesz a munkaterület átadása. Látták-e már a területet? Igen, természetesen kollégáim már bejárták, tehát
Azt is megmondom őszintén, hogy várunk a jó Istennek a megsegítésére, és arra, hogy a jó idő megérkezzen, tehát most azért mínusz 8, mínusz 10 fokos ideig van, nem biztos, hogy magas építés szempontjából, vagy egyébként építés szempontjából az a legalkalmasabb. Várjuk azt, hogy jóra forduljon az idő, és megkezdjük a munkálatokat. Hol van ez a hőmérsékleti határ? Ugye nem nagyon ígérnek jó időt a közeljövőre, amikor már el lehet kezdeni majd az építkezést. Mindenképpen szerencsés lenne, hogyha 0 fok fölé kerülne a hőmérséklet, de hát hogyha ez tartósan nem fog megtörténni, akkor el fogjuk kezdeni a munkálatokat mindenképpen. Úgy tudom, hogy jó néhány közmű már bent van a telken belül. Milyen munkálatokkal fognak majd kezdeni? Hát természetesen földmunkák kezdődnek el, tehát humuszleszedés, a talaj rendezés meg kell, hogy történjen. Ezután fogjuk megkezdeni majd nyilván az alapozási munkákat és szerkezetépítést. Nagyon kevés idő áll a rendelkezésükre, ezzel számoltak-e? Milyen sűrű lesz ott a munka? Azt gondolom, hogy nagyon sűrű, tehát ugye szűk egy évünk van, gyakorlatilag 10 hónap arra, hogy ezt megvalósításra kerüljen ez a nem kis épület. Úgyhogy nyilván nekünk is igyekeznünk kell, de mondom, alapvetőleg most a munka megkezdését befolyásolja ez az időjárási viszony, illetve viszontagságok, de ahogy el tudunk kezdeni, én azt gondolom, hogy gördülékenyen fog haladni a munka. Én egy héttel ezelőtt Rajki ügyvezető igazgatóval készítettem a helyszínen egy interjút, és azt néztem, hogy viszonylag kevés lakóingatlan van ott azért a környéken. Ettől függetlenül nagy lesz a forgalom. Én öntől is megkérdezném, hogy így a kezdetek kezdetén mit kérnek az ott lakóktól? Nyilván természetesen mindenkitől türelmet kérünk, aki ebben az egész beruházásban érintett, illetve a konstruktivitást, amennyiben lehetséges. Tehát nyilván csendben, illetve hangtompítóval, hogyha úgy fogalmazzak elnézést, nem nagyon tudunk dolgozni, tehát itt azért nagy teljesítményű munkagépeknek, illetve hát egyéb építőgépeknek kell dolgozniuk. Ez nyilván az anyagszállítást is érinti, tehát biztos lesz némi fennakadás a közlekedésben is. Mindenképpen mind a város lakóitól indirekt módon, illetve az ott élőktől mindenképpen türelmet szeretnénk kérni. Tehát nyilván azt gondolom, hogy egy a cél, és mindenkinek az álma, hogy ez megvalósuljon. Ezért fogunk dolgozni.